Rendkívüli közgyűlés. A képviselők elfogadták az integrált területi program újabb változatát, és nyári gyermekétkeztetésre is pályáznak. Születés hete. A családdá válás ünnepén útjára indították a Vasi Vándorbölcsőt, és 150 virágpalántát is elültettek a múzeumparkban. Drónok és a robotok. Az agráriumban felhasználható új technológiákkal ismerkedhettek meg az érdeklődők a növényfajta kísérleti állomáson. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Pesenhoffer György. Jó estét kívánok! A város közgyűlése rendkívüli ülésen fogadta el a 2014-2020-as időszakra szóló integrált területi programjának legújabb változatát. Az új sportkomplexum építés kapcsán módosított a település rendezési tervét, és úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének támogatására. Szombathely közgyűlése tavaly decemberben fogadta el a 2014-2020-as időszakra vonatkozó integrált területi programjának tervezetét. Ezt azonban az időközben bekövetkezett módszertani és ütemezési változtatások, valamint a város számára rendelkezésre álló keret növekedése miatt át kellett dolgozni. Ezeket figyelembe véve készült el a 14 milliárd 530 millió forint keretösszegű program második változata, amelyet rendkívüli ülésen vitatott meg a közgyűlés. Az előterjesztés kapcsán Illés Károly alpolgármester elmondta, hogy az összes forráson belül módosultak az egyes intézkedésekre szánt keretösszegek, és ezúttal ezek meghatározásáról döntött a közgyűlés. A konkrét projektek, illetve fejlesztési célterületek kiválasztása csak később történik meg. Akkor, amikor az egyes fejlesztések kapcsán elvárt mutatószámok ismerté válnak. A város ugyanis nem kíván olyan beruházásokba belevágni, amelyeknél nem tudja teljesíteni az előírt feltételeket. A közgyűlés az új sportkomplexum beruházás megvalósításával összefüggésben módosította a település rendezési tervet, ezek jó részt technikai jellegű változtatásokat jelentenek. A képviselők egyetértettek azzal, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be 420 rászoruló gyermek nyári étkeztetésének támogatására. A testület nyilatkozott arról is, hogy az önkormányzati tulajdonú épületben működő köznevelési intézményeknél 2015. szeptember 1-től is ellátja a működtetői feladatokat. Kisgyermekes családok gyűltek össze a Szavária Múzeum parkjában már második alkalommal, hogy együtt ültessenek virágokat. A Születés Hete program sorozat zárásaként szervezték meg a programot, mert az eredetileg anyák napjára tervezett esemény múlt vasárnap elmaradt a csapadékos időjárás miatt. Gyerekek, anyukák, apukák, nagyszülők gyülekeztek vasárnap délután a Szavária Múzeum parkjában. A szervezők közös virágültetésre hívták a családokat, mintegy 70-en jelezték részvételüket. Fontosnak tartom, hogy gyerekek is átérezzék, hogy hogyan ünnepeljük az anyákat, ennek az anyák napjának a lényegét. Ugye ők még elég pici kovis az egyik, a másik bölcs is, és talán így egy kicsit közelebb kerül hozzájuk az anyák napja. Anya miatt fontos. Mert hogy? Hát már megérdemli, hogy a gyerekektől egy ilyen szép virágot kapjon, ha még ha nem is otthonra, hanem itt egy olyan, ami tovább marad, mint hogy otthonelmi vázába. Az ágyásba 150 több begónia került, a növényeket a parkfenntartó cég gondozza majd, de a szervezők remélik, hogy a családok évközben is szívesen látogatnak el ide, és figyelemmel kísérik a virágok növekedését. Magyarországon a demográfiai katasztrófa fenyeget, szokták mondani. Én bízom abban, hogy magyarok nagyon sokáig élni fognak még a földön, és ennek alapfeltétele az, hogy legyen család. A program részeként indította útjára a Vas megye népegészségügyéért alapítvány, a Vasi Vándorbölcsőt, melyet Palatkás József őrségi fafaragó művész készített. A bölcsőre várandós édesanyák pályázhatnak. A sorsolás ezúttal az első gyermekét váró Babos Szőlősi Gabriellának kedvezett, a bölcsőt édesanyja vette át. Ez a gondolat úgy jött a védőnőtől, és akkor ez mindenképpen úgy gondolta, hogy hát ez nagyon jó dolog lenne a gyermeknek a
a gondozásába. Az Országos Vándorbölcső Program a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom része, amelynek legfontosabb célja, hogy a családokban megszülethessenek a tervezett, kívánt gyermekek. A szeretet kifejeződésének a jele, hogy aki egy évig magánál tartja ezt a bölcsőt, csatlakozik elképesen ez a mozgalomhoz. A Vándorbölcső és a szombathelyi ötlet nyomán remélhetőleg országossá bővülő anyáknapi virágültetés is olyan civil kezdeményezés, ami előmozdíthatja a családok, a gyermekek számának gyarapodását, remélik a szakemberek. Szociális területen dolgozó kitüntetése, Hegedűs Józsefné köszöntése, rendhagyó művészettörténet óra a Premontreiben, virágvásár a főtéren, rövid híreinkkel folytatjuk. A szociális területen dolgozók munkáját díjakkal ismerte el az önkormányzat. A szociális hét zárásaként péntek este a Városházán adták át a Pálos Károly díj első és második fokozatát, a Győrvári Edit díjat, továbbá ketten kaptak elismerést a szociális ellátás segítéséért. Puskás Tivadar polgármester Rumi úti otthonában köszöntötte Hegedűs Józsefnét, aki szombaton ünnepelte 90. születésnapját. Ilona néni szövőnőként kezdett dolgozni, majd a háború idején a kőszegi kórházban segített. 1980-ban ment nyugdíjba, de 2000-ig még a Markusovszki kórház onkológiai osztályán dolgozott. Ma is a maguk által épített családi házban él. Egy lánya és egy unokája van. Csók István az Ember címmel tartottak rendhagyó művészeti órát a Premontrei gimnáziumban. Palotainé Kali Gabriella rokoni szálaknak köszönhetően ismerte meg a Csók családot, és együtt lakott velük éveken keresztül. Az akkor már 80-as éveiben járó Csók István festő, vagy ahogy magát hívta, Piktor, életéről 50 diáknak mesélt Gabi néni. Elhangzott Isten, haza, szeretet, ezen három szó határozta meg Csók István életét. Az előadást a vetített családi képek és alkotások gazdagították. Virágvásárt szervezett szombaton a 130 éves Szombathelyi Szépítő Egyesület. 22. alkalommal települtek ki a kertészek a főtérre. Az egyesület célja a rendezvénnyel ezúttal is az volt, hogy minél többen kapjanak kedvet otthonuk virággal való díszítéséhez, ezzel is szebbé téve a városképet. Közel 100 kisgyermek vett részt az EPKOS Csaba utcai fejlesztő és gyártó bázisán rendezett gyermekrajznapon. A vállalat munkatársainak gyermekei apa-anya munkahelye, autó és szombathely témájú rajzokat készítettek. Az alkotások az új épület egyik falát díszítik majd. Ma már az EPKOS elektronikai alkatrészgyártó Kft. Valamennyi munkatársa a Csaba utcai telephelyen dolgozik. 10,5 milliárd forintból épült új gyártócsarnok és irodaház, amelynek köszönhetően a vállalat kiköltözhetett a Szent László Király utcából. Teljesen más környezetbe kerültünk. Az is furcsa számunkra persze, hogy egy telephelyen vagyunk, de hát már most látjuk és érezzük az előnyeit ennek. És örülünk annak, hogy ez sikerült közösen a várossal, illetve a kormányzattal ezt a projektet tető alá hozni, és ténylegesen most már kimondottan csak az új gépek és gyártósoroknak a telepítésére tudunk koncentrálni. A költözés három különböző termelési részleget és a termelés támogató területeket érintette. 800 munkatárs került át a belvárosból a Csaba utcai fejlesztő és gyártóközpontba. A költözés viszontagságos volt, de nagyon jól sikerült. Minden körül, hogy megtörtént. Az új épület nagyon szép és praktikus lett, modern, minden igényt kiszolgál, mind az új, mind a régi dolgozóknak. Véleményem szerint azok a területek, osztályok és üzemek, akik átköltöztek a Szent László Király utcába, jól érzik itt magukat kint a Csaba úton. A gyermekrajznap fő témája apa és anya munkahelye, valamint az autó és szombathely volt, de a kis művészek más témakört is választhattak. Számos vidám, színes rajz készült, ami a szervezők reményei szerint jó kedvre deríti majd a szülőket az új munkahelyükön. Apa dolgozik, most kapcsolta be a gépet, és ugye több munka is van. Egyben ezt is rajzoltam, egyben azt is. Ugye ezeket a butorokat ő csinálta. Én egy rétet rajzoltam, tele virággal és fákkal. Azért ezt rajzoltam, mert ma voltunk a kirándulni felső csatáron. A beruházás egyúttal új munkahelyeket is teremt.
A cég mérnököket, karbantartókat, operátorokat keres. Drónoké és a robotoké a jövő a mezőgazdaságban. Az agráriumban felhasználható új technológiákat mutattak be a gyártók és forgalmazók a szombathelyi növényfajta kísérleti állomáson. Az érdeklődők megtekinthették a 21. századi eszközöket munka közben, és tájékozódhattak a bennük rejlő lehetőségekről. Ez az oktokopter, azaz 8 rotoros drón akár 1 kilométeres magasságban is képes repülni. A rajta lévő kamera jó minőségű, nagy felbontású felvételeket készít a vetésről. Az eszköz tud automata, félautomata és manuális üzemmódba is repülni. Az automata azt jelenti, hogy az ember egy a telemetria segítségével egy útvonalat definiál neki, amit be kell repülnie, a berepülés közben bizonyos időközönként felvételt készít, ezeket a felvételeket rögzíti. A képek elemzését követően a gazdák látják, mely területen van szükség több növényvédőszerre, vagy hol magasabb a talaj nedvesség tartalma. A drónok hozzájárulhatnak a hatékony és takarékos mezőgazdasági termeléshez, hiszen a célzott műtrágya felhasználással pénzt lehet spórolni, valamint a környezetterhelés is csökkenthető. A technika révén lehetséges az, hogy viszonylag elérhető eszközökkel már a drónok, ma már elérhető eszközök, ezek közökkel felmérjék egy-egy földrészletnek, egy-egy táblának az agrár potenciáját, lehatárolják, hogy melyik területre milyen beavatkozás szükséges. A drónok felhasználása a filmiparban és a tömegrendezvényeken már általános, a mezőgazdaságban egyelőre újdonságnak számít. A technológia rohamosan fejlődik és egyre terjed. Egyre fontosabb lesz a mezőgazdaságban, nem csak a drónok, hanem a robotok is. Ugye jelen pillanatban az az uniós elképzelés, hogy az egyrotoros gépeket, tehát helikoptereket, egyéb ilyen permetező repülőgépet lakott terület felől ki fogják tiltani. Most itt a szúnyogírtástól és egyéb ilyen beavatkozásokra nem lesz lehetőség, és Amerikában már a drónok vették át ezt a szerepet, és ebből gondoltuk azt, hogy ilyen az amerikai példa alapján itt is rendezünk egy ilyen drón és robot bemutatót. A drónokat 500 hektárnál nagyobb mezőgazdasági területen érdemes bevetni. A bemutatott darabok több milliós értékűek. A gazdák, ha nem is vásárolják meg, bérelt szolgáltatásként alkalomszerűen egyre többen igénybe veszik ezeket. Vas megyében elsősorban a vadkárok felmérésére alkalmaznak drónokat. Magyar fejlesztésű robotokat is bemutattak, amelyeket fűnyírásra, permetezésre, műtrágyázásra lehet használni. Egyre közelebb kerül a kieséshez a Haladás labdarúgó csapata. Az új vezetőedzővel, Mésző Gézával Győrbe utazó szombathelyiek 3-2 arányban kaptak ki az Eto együttesétől. 4 fordulóval a bajnokság vége előtt Győrben lépett pályára a kiesés elől menekülő szombathelyi Svitelszki Haladás NB1-es labdarúgó csapata. A nagy iramban kezdő Eto a 8. percben megszerezte a vezetést, Priskin átadását Rudolf lőtte közvetlen közelről a vasiak kapujába. Mésző Géza együttesének az első fél óra végén sikerült egyenlítenie, ekkor német szögletét Martinez bólintotta Pogacsics hálójába. A hazaiak a 39. percben ismét előnybe kerültek, mivel Koltai 5 méterről leadott fejese talált utat Rózsa kapujába. Így 2-1-es győri vezetéssel ért véget az első félidő. A második játékrész, akárcsak az első, győri góllal kezdődött, Lipták hatalmas bombája kötött ki a hálóban. A Haladás a 66. percben szépített, Halmosi beadását Radó lőtte a kapuba. Mivel egyenlíteni már nem sikerült, a vége 3-2-es Eto siker lett. A szombathelyek újabb vereségüknek köszönhetően továbbra is a kiesés jelentő 15. helyen állnak. Mésző Géza legénysége legközelebb pénteken 19 órakor lép pályára, amikor a Nyíregyháza együttese látogat a Rohonci útra bajnoki mérkőzésen. A Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi 7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!